Következzék hát akkor a nagy döntő, baloldalt Kovi, mely játszik jobboldalt pedig Redex. Redex egyeneságon, Kovi pedig a Vigaszágról került be. Általánosságban, mikor egymás ellen játszottak, Redex volt, aki többször került ki győztesen, mégpedig 60-40 arányba. Redextől Hident láthatunk, tőle nem szoktuk meg ezt a felállást. Hiden teljesen érthető pikkel, végre top tier pick megszámít a játékba, akárcsak a Sasuke, akit Kovi használ. Nem is tudom, Hident már egy ideje nem láttam. Őszintén szerintem kifújt a játékból, hogy úgy mondjam. Redex próbálkozott is egy ultimate jutsuval, amit nem sikerült ugyebár beadni, mivel Kovinak lett némi nevű kavarimie, ezáltal meg tudta úszni ezt a kis affért. Kovi jól indít az elején. És ráadásul Kovi ugyebár olyan supportokat hozott, aki nem csak a fő karakterre, hanem az ellenfél supportjaira is rendkívül veszélyesek, hogyha betalálnak. Nagyon szépen kikenszelelte a dash-t és egy egyszerű grabbel elkapta. Redex ismét próbálkozik, kevés sikerre, főleg úgy, hogy Kavarimie már úgy is volt Kovi mennek. Próbálják egymást erős offense alatt tartani. Kovi most az előbb betört Redex védelmét egy pillanatra. Ismét nagyon szépen kikenszelölte a dash-t és megúszta azt a fránya trappet. Ez az ultimate egy kicsit érdekes volt. Nem, igazából egyszerű jobbra-balra ugrálásra nagyon hamar ki lehet kerülni. Kavarimi szempontból egyformán állnak, életerőből viszont Kovi menál jobban, csakra szempontból is, még ha csak egy icike-picikével is. A supportokat folyamatosan használják. Igazán most Kovinak a közelébe kell jutni a Redexnek. Már fel is használta az itemet, hogy ezt minél gyorsabban meg is tudja tenni. Megvárta, míg a supportjait elhasználta, és már vissza is esik neki, főleg ez az ultimate jutsu után. Amelyek tulajdonképpen semmi értelme nem volt, mert még csak veszélyes sem volt Kovi merre nézve. Redexnek nincsen kavarimie, és az ultimate jutsuval egy helybe le tudta szögezni, ugyebár Redexet Kovimen. Kovi próbál egy kicsit show műsort belevinni a játékba, próbálja késztetni Redexet, hogy hibázzon. Mert az eddigiek alapján nagyon is jól csinál, főleg úgy, hogy már pirosban van a gárdja Redexnek, viszont Kovimennek is, úgyhogy egy utolsó dash fogja eldönteni, hogy kinek megy az életereje lehamarabb. Hát, ha Redex ott maradt Kovimen előtt, akkor egy nagyon hasznos ultimate jutsu lett volna, így viszont semmiség. Az idő ez eddigiek alapján Kovimennek kedvez. De Kovi kifogyott a kavarimiből, ezáltal Redex befejezi egy egyszerű kombóval. Sasuke a bal oldalon, jobb oldalt pedig a bátyókája Itachi. Redex elég gyakran használja Itachit, általában legtöbbször akkor nyúl hozzá, amikor vészhelyzet van és muszáj befejezni a meccset úgy, hogy az ő nyereségével záruljon. Kovi mentől ezt a Sasuke-t nem igazán látom. Ugyebár Kovimen egy általános Uchiha csapatot hozott, Redex pedig általánosnak nem mondhatom, mivel Danzót pikkelt, ami viszont supportnak nagyon is jó, talán még jobb is, mint az Amaterasu-s Itachi, mivel távolságra is nagyon jó. Az eddigiek alapján Kovi mégis jobban áll annak ellenére, hogy Redex egy olyan karakterét hozta, aki tulajdonképpen mesterszintre lépett vele. Kovimen nagyon megszorongatja, folyamatosan sokba tudja tartani, és egy szépen időzített counterre, ha nem jött volna az Amaterasu, most egy hatalmas mennyiségű életerőt megszabadíthatta volna. Kavarimi töltődés, Redixnál 2. Kovimennél már 3.
Redex használja a védelemnövelő itemet, amivel ha ügyesen jön ki a helyzetből, akkor egy tetemes mennyiségű sebzésnél meg tudja magát védeni. Ugyebár a pályáról tudni kell, hogy ki lehet róla esni, ahogy a hátsó részbe be is van törve, úgyhogy egy figyelmetlen pillanatban bármelyik kiesett a pályáról. Redix próbálja offense alatt tartani, hogy fogjon minél gyorsabban Kovinak a kavarimie. Ez meg is történt, Kovinak elfogyott, Redixnek viszont tele van. Kovi nem vigyáz magára, könnyen rosszul jöhet ki belőle. Redex kombó alatt tartja folyamatosan, viszont Kovi valahogy megmenekült ebből a helyzetből, de azzal a mennyiségű életerőben nagyon kevés dolgot tud kezdeni igazából. Egy support juice-ot is, ha leblokkol, már a fele oda. Majdnem jó volt, ha Redex nem ugrik ki oldalra, akkor ez egy nagyon veszélyes ultimate juice lehetett volna, viszont Kovman egyenes beleugrott a tűzgolyóba, úgyhogy ez ismét Redex. Győzelmihez vezetett. Redex Madarát hozta, mi Kovi Kakashit. Redextől nem szoktuk Madarát látni semmiféle módon, de Kakashit annál gyakrabban szoktam személy szerint multin látni Kovitól. Egymás játékát így az elején próbálják szerintem arra ösztönözni, hogy neki menjen a másiknak. Redextől nem volt túl jó mozdulat ez az oldalra, de mert ilyenkor általában szinte mindent be lehet kapni. Szerintem nem igazán hitte, hogy ott el fogja találni, hiszen a legtöbb útból ezzel ki lehet ugrani. Lehetséges, de igazából gyors oldaldesek közben nem igazán lehet bármit is kivédeni. Egyelőre Kovimen áll ismét jobb helyzetbe, bár az előző meccsből okulván még bőven visszahozhatja Redex, mert az előző meccsben is ő át sokkal rosszabbul, és mégis vissza tudta hozni a meccset. Egy érdekesen beadott ultimate Redextől. Kicsit kardozgat, kicsit vágosgat. És átrendezzük a tájat. Jelenlegi helyzetben még mindig Kovimnál jobban, több életerő, több csakra. Viszont Redex beadott egy countert, amiből ismételten egy ultimate juice-ot ad be. Próbálja minél inkább kiegyenlíteni a meccs állását. És igazából a döntőben talán elfogadható, úgymond, hogy Redex nem követi hű, de nagyon a fair play szabályait, hanem tényleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megnyerje. És ez most látszódik is. Úgy tűnik Redex próbálja egy kicsit leutánozni a countert Kovitól. És valószínűleg játszani fog még erre a meccs hátra levő részében. Kovimen is gondolom számít rá. És Kovimen eljátsza ugyanazt a játékot, amit Redex az előbbiekben játszott vele, és ezáltal 2-1-re átállította a meccs állását. Kovimen Kushinát hozta, míg Redix Narutót. A supportok szempontjából mind a ketten két supportot hoztak. Kushinától nem szoktuk meg gyakran két supportos rendszert. Redexről érdemes megemlíteni, hogy ő eddig 4 versenyen vett részt, amiből 2 meg is nyert ezáltal. Hát ha lehet így mondani, vagy megnyeri, vagy nem. De általában a döntőig el szokott jutni az esetek többségébe. Kovi egy kicsit érdekes csapatot hozott, általában Kushinához mindig Narutót vagy Minatót hozzák, mert általában azokat a legegyszerűbb használni vele, viszont Kovimen próbál Shizune-ra építeni valószínűleg a méregből származó sebzésére. Ugyebár Redex Narutót hozta, tehát egy kis anya-fia párbajt láthatunk. Redex valahogy próbálja több ütés szempontjából kihasználni Narutót. És nagyon ügyesen megvárta, amíg előtt a méreg felhő, és nem vágatta magát feleslegesen a földhöz, és nem sem vetette plusz sebzést. Kovimennek mindjárt be is törik a gárdja, egy egyszerű dash-től talán már be is törne.
Radixnak viszont elég kevés csakrája. Viszont Kobe meg is próbálkozik egy Team Ultimate-tel. Ütemek szempontjából mindketten eléggé kevesen vannak. Radix szépen betörte Kovic gárdját az előbb, és be is adott egy Team Ultimate-at. Rise and Shine, boys! Úgy látom, ez most Radixnek jobban is jött, mert csak egy kavarimia maradt. Kovimennek az életerejét a második csík fele alá fogja csökkenteni, majdnem. Ezáltal több mint kétszer annyi életereje van, mint Kovimennek. Kovimenné is ott van a Team Ultimate Jutsu, amiből Radix kijött. Ugyebár kavarimia, viszont Radixnek nincsen kavarimia. Betört a gárd, és Kovimen ki is használja kegyetlen módon, hogy se gárd, se kavarimi és nem is tud belőle kijönni. Szerintem mind a ketten érzik most ez a vége, nagy finálé ennek a súlyát. Nem próbálnak fair play-t játszani, inkább mindent kihasználnak, amit csak lehet. Elvégre mégis egy döntős meccs. Próbálkoznak trappel egymást megszivatni, viszont az anyai pofon a serpenyővel még mindig működik. Hogyha még egyszer el tudja találni ugyanabból a helyzetből Kovimen Radixet, akkor szinte megöli azzal, hogy kihajítja a pyro. Radix próbálkozik ismét egy Team Ultimate Jutsuval, Kovimennek viszont még nagyon messze van a Team Ultimate bar attól, hogy Team Ultimate-et használhasson. Viszont a méreg bejött, és ez nagyon sokat fog számítani, elvégre Shizune mérge nagyon sokat sebez. Betört a gárdja Kovimennek, és Radix nem kímél, be is adja a Team Ultimate-et, és ki is végzi ezzel Kovimen-t, ezáltal meg is szerzi a 3 győzelmet, ami elegendő ahhoz, hogy meg tudja nyerni ezt a versenyt. Elvégre egyenes ágról érkezett, így neki csak 3 meccset kellett nyerni ebbe a szériába. Tehát a végeredményben Radix lett az első helyezett. Hol jön a második? A harmadik helyezett pedig Traitor. Ezen is szeretnénk gratulálni nekik. Remélem jól éreztétek magatokat. Én Dynamic Anthony voltam. A későbbiekben is szívesen várunk titeket. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!